meg tudtam örökíteni. 24% is volt egyébként. Kilátás gyakorlatilag semmi. Szinte végig zárt erdő megy. Piszkosú meredek. Vannak ilyen 16-20%-os meredekek. Aztán kicsit lankás, akkor 8. Megint 16-17, megint 8%. Ezért kínlódós. Hiába mutatja azt a diagram, hogy 12-13%. Nagyon gyakran 16-18, néha pedig 20 fölött. Most épp 15. Azt így a 1432 méter. Hát ez gyakorlatilag egy pásztorút, azt lehet mondani. Csodás idő, nem? Ilyen a június! Ilyen a nyár! Nézzük csak a hőmérőt, nem is hiszem el. Tetszik látni? 6 fok és ütölök egyszer rövid garú felül. És csepeg az eső, úgyhogy én nem most pályázom, mint az atom. Ez ám az időjárás. Azt a kutya meg a macska. De micsoda idő, atya-gatya. Látszik egyébként a leheletem. Szent Dámászt elhagytam és tekerek Nizza felé, meg Sospel felé. Kedvenc városom Nizza. Ó, Istenem. Imádok itt tekerni a plázson. És nézni majd a felszálló repcsiket, miközben vacsizok. Persze magyar módra csak szendvicset. Már gondoltam megkeresem Frey Tamást, aztán hívjon már meg vacsorára. Ez Nizza. Nizzai plázs. De szép ez a park. Na, csinálok is egy fotót.
Utolsó 1,2 km 8%-os. Lássuk a tájat. Mormot a füttyög. Kíváncsiak, milyen idő lesz Olaszországban. Nagyon. Hágó már egy köpésre. Ott a hágó. Egy hegyi kecske volt. De rohadt motoros zavarta el őket. Lássuk, mi a helyzet ide át. Ajjajjajjajjaj. Nem ezt vártam. Hú. Hát itt az állatok most mivel nem szabadon élhetnek, mert hogy le van zárva az út. Col de la Lombarde. Gyorsan nézzük a kilátást, amíg van. Jó pofa. Jó pofa nagyon. De felét látni. Remélem, hogy ilyen vicces lesz az, amit gondolni erre este is, és nem fogom megszívni. Hogy leaszfaltozták újra az utat, most látom. Tényleg, mert előtte ez nem volt ilyen jó aszfalt. Hopp, és itt a köd. Szép idő van. Ez a kilátás. Micsoda fények. Ott van pedig Szent Anna. Szinte egy magasan vagyok vele. Ott elvileg egy felhő van. Címened a Bonette csúcsa. A körül vezet fel az a kocsi út, ahova én is fel szeretnék menni. Fel is fogok, csak kérdés, hogy milyen időben. Esőkabát, besinadrágba és stb. Morgolódva, vagy pedig jókedvel diatalitasan. Pedig itt-ott, amottól süt a nap, lehetne szép idő és oszolhatnának a felhők. Ugyanúgy, ahogy tegnap, ezért bosszant, hogy jönnek át, mint itt, Olaszországból volt, hogy így jött az utánpótlás a Lombarda hágóra. Na és már itt is mi bukik át a hegyen. Mormota. Hogy elbújt. Parádés fények. Elképesztő. Elképesztő. Ez a Bonette hágóút, az egyik kedvenc hágóútam. 2004-ben jártam először rajta, akkor is erről. Összességében háromszor tekertem fel rá ebből az irányból, egyszer az északi irányból, és egyszer pedig a Moutier hágó felől jöttem vissza fel rá. Tehát végülis a legtetejére az északi oldalról. 2365 méteren
7,5% a következő. Azt fogom jobbról megkerülni, és úgy direkt fel 2802 méterre. Na, kukkancsunk át. Gyerünk. Azt a kutya meg a macska. Hát itt parális idő van. Az a Bonnet csúcsa, oda lehet felgyalogolni. És ez az út kerüli meg. Én buta, nem tudott eszem, hogy pont az északi oldal, ahol tuti havasabb. Úgyhogy itt kár volt egy pici szakaszon áttolnom, hogy utána tekerjek, mert ez így esélytelen. Fel kellett hoznom ide az Ötimeszt és a Máhás bringát. Körülbelül olyan 2300 méter környékén kezdtem el gondolkodni azon, hogy nem-e úgy járok vajon, hogy igaz, hogy voltak kisebb, apró pár csepesők, viszont utána a felhők miatt, meg a napsütés miatt annyira gyönyörű fényekben, meg képekben, meg látványban lesz részem, hogy ezt megemlegetem is, és tényleg mindent übrelni fog. És hogy ott volt a fejem, hogy mi van, ha? Lehet, hogy így búcsúzik a Bonnet hágó. És egyszerűen megtörtént. Tehát tényleg eddig is csodás időkben voltam itt. Voltak olyan idő, vannak olyan szakaszai a hágónak, ahol mondjuk szebb volt, mert amikor itt 4 km át felhőn mentem, ott nem sokat láttam, pedig jól esett volna látni a csúcsot. De aztán utána itt a tetején ezekkel a szálló felhőkkel, hát ez hihetetlen. A természet mikre képes. Aztán jó lesz lassan indulnom. Úgyhogy el is búcsúzom. Hát viszlát, Bonnet hágó, Isten veled, köszönöm az emlékeket. Jövök. Nem egy nagy tempó. Itt lankás amúgy is a hágó út. És ott a csúcs. Ilyen tárul az ember szem elé. Hát... szép példány. Nem pitty-putty. Ott lehet így kiröppenni.
Gurulok lefelé Álosz falu felé, hogy onnan a Rák Áloszhoz, az Álosz tóhoz feltekerjek. Az a tó felé, mert az ott egy aszfaltos út 2000 méter magasságból. Felértem. Utolsó 3 kilométer az kegyetlen volt. Hát ilyen 10-17%-os. Az elején volt igazából csak lépcsőzetes, az első egy. Aztán a végső kettő, az már azért több mint 10-13-14%-os volt végig. Ez a jó ismerős tábla. 10%. Kétszer is lefotóztam már. És célba vettem most már végre azokat a hegyeket. Elképesztő ez a táj. Imádom! Teljes extázisba tekerek. Jó rég jártam erre, 2004-ben jártam erre, mert másik irányban már jártam az Izoárdon pár éve, de ebből az irányból itt vannak raftingosok, és pont ilyen időben jártam 2004-ben is. Tizenegyszázalékos. 3 méter múlva 2000 méteren vagyok. És most jön az a kanyar, amit 2004-ben egy jó képet csináltam. Arra nagyon emlékszem, épp egy bringás forult rajta. És jó meredek. Ez a kázdezert. Parádés idő. Izoárdhágó alja, az a 2004-es izoárdhágós. Én mire emlékeztet? Most az a felső rész, ez meg a 2008-as talán, azt hiszem akkor volt, amikor itt olyan szakadó esőben mentem le, hogy cipőm le kellett rakni, mert egyszerűen a fékem nem volt elég a 10%-oson. Mondjuk már amúgy is kopott volt. Most egyelőre még csak gyengén esik, de nagyon nem esik jól. Izoárdhágó. Lavál. Ide jöttem. Ez volt a cél. 2030 méteren ebben a parkolóban van az aszfaltút vége. Időjárásra kapcsolt még egy fokozattal, ugyanis
időnként úgy fúj a szél, hogy tőle szembe jövök, tehát szembe esik az eső, közben szembe fúj a szél, és közben az előző faluból 14 fok, tehát most úgy lehet 13. Egy vigasztal csak, hogy talán azért támad fel a szél, meg előbb dörgött az ég, mert itt a front vége. Megmutatom a kilátást a Galibier-hágó felé. Tehát mondom, ismétlem, csak az életet a szélben, és hogy itt küzdök, hogy ez talán már a vége, és aztán jön a napsütés, mert délutánra azt ígérték. Cold a lottery, hát körülbelül 10 fok lehet. Cudar idő van, tehát az ember a kutyáját nem küldjük ilyen időben. Nem is igazán időzöm sokat, éppen fölülre felvettem egy polárt, alulra felvettem a paridávat az esőnadrág alá, és húzok el innen, mert valószínűleg nyugatabbra, hoppá, nyugatabbra valószínűleg jobb idő van lefelé a völgybe, csak itt a hágón ilyen pocsék, mert fölfelé is már visszanézve Brianson irányában már sütött a nap. Június közepe van, és már most rengeteg bringás. Mondom, szerintem van, mert rendezvény lehet itt holnap. Ezt akartam mutatni. Ez a hajtókonyon meg erre fordul rá. Persze sokat jelent, hogy most még június van. Azért van ennyi hó. Where are you from? I'm from Hungary, Budapest. From Hungary? My. Great. And you're all alone here? Yes, yes. Yes. And how many times do you do Alpe d'Huez? Totally in the last few years 5 times. One of them was La Marmotte. Ah, La Marmotte, yeah. Yes. Hármas Marco Pantani. Gyönyörű fények vannak. Ez már a célegyenes ráfordító. Nem tudom, olyan a túron is megkerülik a körforgalmat, nem hiszem. És így már a célegyenes. Ábdű ez célegyenes. És itt az út vége. 2090 méter. Chalet du Lac Besson. Nem tudom, hogy egy perc mennyire élvezhető sajnos. Nem tudtam világosabban jönni. Lámelyé panoráma. La Grave falu után 1533 méter magasan. Parádi gleccser, nagyon durva. És ahogy a német srác mondta a Brianson-i kempingben, én is találkoztam most a Skyosok autójával, lehet, hogy a bringásokkal is talán.
parádés. Az ember szavakat nem talál. Imádom a Galibiágot. Úristen, de gyönyörű. Na azt a hósipkásat még eddig nem láttuk. Az durva. De rosszul látszik a Brianzoni völgy. Érsz fel Galibi hágóra. Ami tele van motorosokkal. Nem gyenge, nem gyenge. Itt se filmeztem még lefelé. Fölfelé már igen a Mármonton, úgyhogy most oda-vissza. Szapotózni is kéne. Panoráma 1800 méterről. Panoráma at the height of 1800 meters. This is the panorama from the first lake at 1980 meters high. Ilyen érzés itt kerekezni. Kis hegyi kunyhók. This is the real top. Ez az igazi hág, ez egy ilyen megütető, ráadásul egy hág. Ez egy nyári felvétel. This is a summer video record. Utolsó kilométerembe ült a kerek. Jó kis út. Az édesanyák szeretik az ilyeneket. Úgy röpül az ember, hogy az csak na, főleg ilyen szélben. Hát, ez már a felérés. Én már látom, amit látni kell. De már mutatom is. És ilyen szép tiszta idő, még nem értem fel. Illetve amikor éjszakról értem fel, 1890-ben, akkor már sokan ez az, amire sokan büszkék vagyunk. De a más túrázók leginkább.
Üdv Aldizer, üdvözöljük, köszi, köszi! Megcsináltam harmadszor Máhával az Izeránon! Biztonságos az út széle, jó, hogy van korlát, nem mint a félnék vagy befolyásolna mondjuk. Nem vagyok az a vakmerő, és mondjuk elég sokat jártam már az Alpokba, de semmi balesetem nem volt még. Ugye utak vannak ott, ilyen kis gyalogút, vagy nem tudom, ilyen munkautak. Az durva. Na meg ami most jön. Eszméletlen. Hajnali 12:30 van. Éjjel 10:30-kor kereket kellett foltoznom. Nem vittem magammal a tartalékbelsőt. Kétszer is kellett foltozni, mert nem jól sikerült. Utána meg még kerékcsere, amikor visszaértem. Kursavel emelkedőn járok, az utolsó 2000-es aszfaltos Franciaországban még hiányzik. Ma teljessé válik a francia kollekció. Elképesztő mennyiségű teherautó jár fel. Lehet, hogy valami építkezés lehet, vagy nem tudom mi, de katasztrófa. ...1645-ön járok, és egy szép kis hegyecske. Láttam egyébként, hogy írtak ingatlan fejlesztéseket, üdülőket építenek fönn, de az 1850-esen is, na megint egy. Elképesztő építkezés, mert itt már véget ért a válság. Ebben a pillanatban kezdett el esni, úgyhogy én megpróbálok öltözés nélkül elhúzni. Ugye ezek Franciaország esővel búcsúzik tőlem, még este nem kéne. Most sem nagyon, mert esőzott, csak esőkabátot hoztam, de se cipő, se elsőnadrág, se semmi. Bizony az a kis Szent Bernárd hágó út. És ott a fák lombja mögött ott van a hágó. Innen látszik a kempingből, amerre most tekerek tovább. Még 1300 méter szinten emelkedés. Ma estig. De hála Istennek lankás. Így a Courchevel-i emelkedő után belefér. Mi lesz a felhők sorsa? Mit akarnak? A sarkon csak azért nem álltam, mert nagyon szépen látszott Bourg-Saint-Maurice. Csak az az igazság, hogy akkor pont zúgott. Azok a lenti falak fényei, nem is. Most járok 2100 méteren, még 2 km a hágó.
Hát ugye azt satszolom, hogy ilyen 3-11 körül lehet. Ilyenki vagy, ilyen így érek fel. Itt volt régen a határállomás. És ez már Olaszország. Oszta 55, hát nem megyek el odáig most. Csak az első kempingi. És az látszik ott, hogy Olaszország.